Horváth Krisztián barátommal már nagyon régóta tervezgettünk egy közös horgászatot. Úgy alakultak a programjaink, hogy az egyikünknek sosem volt jó akkor, amikor a másikunknak meg akkor nem, amikor az egyikünknek. Nagy nehezen összeegyeztettünk egy közös túrát, aminek a Baranya megyében található hangulatos pusztatavat választottuk helyszínnek. A kiruccanásunk elején rossz taktikát alkalmaztunk, de egy váltás után több tucatnyi meséspontyhoz volt szerencsénk. Tartsatok velünk! I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. Mindenki ismeri azt az érzést, amikor egy új vízterület partján áll. Szokásunkhoz hűen, a feje tetején állt a tábor, de azért a botokat gyorsan a helyükre tettük. Sosem lehet tudni, hogy mikor érkezik az első jelentkező. A nagy kapkodásra okot adott a frontos, viharos időjárás, ezért egy-két próbadobás után el is helyeztem a fédereket a szigetek közvetlen közelébe. Krisztián a behúzós módszert választotta a túrára, ezért gyorsan csónakba pattantunk, és nekiálltunk szimpatikus területeket keresni. Faller Gábor, a tó egyik tulajdonosa, nagyon hasznos információkkal látott el bennünket. Odafigyeltünk minden apró részletre, hiszen ő már számos kapitális pontot zsákmányolt ezen a csodás tavon. Hosszasan belemélyedtünk a vízterület múltjába, a sikeres helyek összeszedésébe, és a mesés itt fogott halak történeteibe. Amíg mi tervezgettük a horgászatunk, addig anya is hasznos elfoglaltságot talált magának. Körbejárta a vizet, és varázslatos pillanatokat kapott lencse végre. Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Én Pap Dániel vagyok, és ez itt a The Fisherman. Mostani epizódunk alkalmából a Baranya megyei pusztatóra látogattunk el Horváth Krisztián barátommal.
Erről a tóról annyit kell tudni, hogy egy angolos jellegű víz, nagyjából ilyen 5-6 hektár lehet így ránézésre, és csodaszép halak lakják, de engedjétek meg, hogy a halállományt Krisztián ismertesse veletek. Üdvözöllek benneteket! Nekem a tavalyi évben már volt szerencsém ezen a tavon horgászni, egy gyerektábor keretein belül. A tóról érdemes tudni, hogy az alapállománya inkább nagyobb testű halakból áll, és ezek közül kimagaslik a tórekord, amely egy 27 kiló feletti tőpont. A tavat lakják még amúrok, illetve nagyméretű koi pontyok is. Említésre méltó azonban a ponty és a kárász összehívásából létrejött pontykárász halfaj, amely akár a 4 kg-os méretet is elérheti ebben a tóban. Nagyjából 3:30-kor érkeztünk meg, és egyből bepakoltunk ide a szigetre, és körbenéztünk a tavon. Nekem nagyon tetszett első látásra is, mivel tényleg egy ilyen angolos jellegű rendezett tó, és tényleg nagyon látványos itt az előttünk elterülő rész. Beültünk a csónakba, minél hamarabb, és helyeket kerestünk. Itt előttünk van egy pár sziget, és sekély víz van, tehát ilyen 60-70 centis vizet találtunk, viszont kemény az alja. Itt előttünk a szigetektől visszább pedig iszapos, és ilyen másfél méter, szóval egyértelműen a szigetek mellett fogjuk erőltetni. És van még mellettünk egy gáti rész, ahol egy hosszú nádas található, és még ott találtunk ilyen 1 méter 120 centis kemény placokat, azokat fogjuk meghorgászni. Most az elején a pecának én is behúzós horgászatra gondoltam, azzal kezdem el, mivel nagyon viharos időt ír, és úgy gondolom, hogy ez azért még talán, hogy el is kap a vihar, akkor is van benne szerelék a vízben, kényelmesebb, de hát hogyha nem fog működni, akkor váltani fogok. És beszélgettünk a tógazdával, és mesélt, hogy milyen halakat fogtak már idén innen, vagy tavaly, mesélt az ő tapasztalatairól, és mesélt egy koi pontról, ami közel 1 méter hosszú, és súlyát azt nem tudhatjuk pontosan, mivel még senki se fogta meg, de az ívásnál lehetett látni. Hát megmondom őszintén, hogy elkezdtem érdeklődni ez iránt a hal iránt, de hát nem is őt fogjuk meg, ezen kívül rengeteg csodaszép ponty él itt, és remélem, hogy minél hamarabb lesz kapásunk. Az esti harcsa invázió után gyönyörű hajnalra ébredtünk. A fenséges természet kárpótolt bennünket a ponty hiányért. Csodálva néztük a párás tájat és az ébredő tavat, de közben természetesen nem felejtettük el, hogy mi a célunk, és új taktikát kezdtünk el erőltetni, ami később kiderült, hogy jó ötletnek bizonyult. És a harcsák után megjött az első szebb halunk. Láttuk, hogy a vízfelszínen vannak a pontyok, ezért PVA-t tettem fel, és fluorsprével fújogattam meg ananászossal. Kikönnyített halibut pelletet húzott el, körülbelül 10 perccel a bedobás után. Nagyon örülök neki, mert egy csodaszép mintázatú spanyol mintás.
bebizonyosodott, hogy nem szabad beletörődni abba, hogy nem táplálkoznak a halak. Meg kell keresni a leghatékonyabb módszert az adott szituációban, és a sikertelen órák után megindulnak a pontyok. Ez a küzdés most is bevált, és egy fergeteges napot köszönhettünk neki. Nagyon szenvedős eddig a mai napunk, de ismét kerestem tovább, dobtam PVA-val, ugyanúgy fluo ananászos P-vel befújkálva, ismét rövid időn belül kapás, közben Krisz is fogott egy pontyot, és hát ez eddig bőven a túránk legnagyobb hala, ilyen 12-13 kilóra satszanom. Na hát eléggé felgyorsultak az események, még csak most merítettem meg az egyik halat, de már a másik botom is füstölt, kíváncsi leszek, hogy ez mekkora példány. Dupla kapásom volt, és két csodaszép tőpontot fogtam. Megpróbálom megmutatni nektek őket, mondjuk nagyon firman cukottnak. Ő volt az első, a kisebbik. És mutatom a másikat, ami valamivel nagyobb. Ő azért már szebb súlya rendelkezik. És itt van a következő hal, számomra a legnagyobb hal a mai nap folyamán. Hatalmas ez a ponty, hatalmas feje van, iszonyatosan öreg hal. 19 kilóval mérlegeltük ezt a csodaszép tükörpontyot, hát kiugrom a bőrömből. Hát benn voltunk Krisszel újat húzni, és addig elsült a bordás kosaras botom, és anya kifárasztotta, viszont hát ő nem szeretné megemelni a halat, ezért megmutatom nektek, de ez az ő érdeme. Hát nagyon szépen odaálltak a halak az etetésemre, és bordás kosárral egymás után jönnek a kapások, aminek nagyon örülök. Ezt a halat most Krisztián fárasztotta ki, mert nem voltam a bot közelben, az éppen az ernyőt állítottam föl, mert lehet, hogy vihar lesz. Tehát ez most az ő érdeme, itt már az én botommal mindenki fáraszt. De hát szép halak jönnek, boldogok vagyunk, királyság, jó peca. Na hát természetesen elhúzta a másik botomat, amíg én engedtem vissza az előző halat, szóval ez is közös munka. Ez a csodaszép tőpont 14 kg. Nagyon örülünk neki. Mehet is vissza. Az egyik nagyobb, a három közül. A másik kettőt még hitelesítjük, és lefotózzuk kint. Na hát, megmutatom nektek. Ő a legkisebb a háromból, de hát ő is csodaszép.
Nagyon szép, ha mehet is vissza. Apád anyád. Itt van a második legnagyobb hal. 15 kilóval mérlegeltük ezt a csodaszép tőpontot. Neki is nagyon örülök. Na hát őt is az útjára engedem. Rámértünk még egyszer. Kicsit nagyobbat mutatott. Szerintem a reális súlya az ilyen 15,5-16 kiló. Szóval dupla öröm. Csodaszép színe van. Nagyon-nagyon szép ponty. Mehet is vissza. Apád anyád, ide jöjjön. Csoda szép ponty. És itt van a három halból a legnagyobb. Ez az óriási szörnyetek, 19 kg. Leírhatatlan az örömöm. Mehet is vissza a harmadik. A legnagyobb. Ez a hal, ez brutálisan néz ki, ez iszonyatosan tetszik. Életemben a második legnagyobb tükörpontjam. Úristen, nagyon-nagyon szép. Hát csak annyitok mondani, hogy szörnyeteg. Ezt figyeljétek. Mehetsz vissza, haver. Szuper! Nagyon-nagyon boldog vagyok. Reggel kicsit szomorúan ébredtünk, mert ugye az estét azt megúsztuk pontykapás nélkül, és a reggel is nagyon lassan indult be, viszont sikerült két olyan taktikát, hát elkezdtem használni két olyan taktikát, ami sikeresnek bizonyult, mind a kettő, és mind a kettően nagyon szép halakat fogtam. Az egyik az az volt, hogy PVA-val, lágyelőkével, kibalanszírozott halibuttal dobáltam, keresőpecával, csak annyi csavar volt benne, hogy reggel láttam, hogy nagyon sok hal van vízfelszínen, meg alacsony volt a légnyomás, és ezért fluorsprével fújtam, csoki banános Fédermánia fluorsprével fújkáltam a PVA-t, és ezzel szép halak jöttek, a 16 kg körül is erre jött, 14 kilós is jött rá, szóval nagyon szép halak. És a másik taktika, ami még nagyon jól működött, szerintem ez még jobban is, az az volt, hogy készítettem egy alapozvetetést egy mélyebb, iszapos részre, és arra horgászom rá bordáskosárral, nagyon finom, lágy előkével, kis horoggal, és egy balanszírozott 8 mm-es narancssárga csalival. És hát igen, a legnagyobb hal az erre jött, tehát a 19 kilós szörnyeteg az bordáskosárral jött, és hát az a tanulság, hogy nem szabad feladni sosem, hogyha gyengében megy, akkor próbálkozni kell, folyamatosan változtatni kell valamit, mert az elején a pecának én se hittem volna, hogy ilyen jó napom lesz, viszont így, hogy megtaláltam azt, ami jól működik, így egy szuper napot, hát nem is mondom, hogy zártunk, mert azért még van belőle egy pár, de hát egy szuper napunk van eddig, és hát remélem, hogy azért a továbbiakban is sikerül még majd pár szép halat fognunk, és hát akkor folytatjuk a horgászatot, kicsit talán most pihenni is fogok, de hát akkor sok sikert nekünk.
hát és ismét egy csodaszép, különleges példány érkezett meg. Nagyon-nagyon szép a pikkely mintázata, nagyon tetszik. Nagyon-nagyon örülök neki. Már nem tudom számolni, hogy hanyadik halam ma. Nagyon-nagyon szépen odaálltak az etetésre. És ő itt a következő. Nagyjából ilyen 10 kg, de lehet, hogy van 11 is. Csodaszép nyurgaponty. Én így azért lendületesebb, mint amikor evezgettünk. Mint hogyha az előzőnek a testvére lenne. Ő is ilyen 12-13 kg körül van. Csodaszép hosszúkás tőponty. Lassan kezdek kifogyni az etetőanyagból, ezért keverek egy új adagot. Mai nap medmixet használtam, ebből fogok most egy egész zacskóval beleönteni a kis keverékbe. Továbbá, mivel már meleg a víz, én nagyon szeretem használni az őrölt TTX-et, ebből is egy, hát egy fél zacskónyit beleteszek. Ezt fogom megkeverni. És a végén még fűt kukoricából teszek hozzá majd egy picit. Ez csak azért, mert az etetésem is tartalmaz fűt kukoricát. És jobban szeretem, meg kicsit összetartja a kaját, több ideig ott van. Mondjuk szerencsére nem kellett sokat várni a mai nap folyamán, mert a legtöbb kapás 4 óra 20 percen belül meg is érkezett. De attól még szeretem, hogyha van egy kis kukorica bennem, mert az etetésen is sok kukorica van. És egy kicsit beleolvadott a környezetbe. Szépen lassan fogom nedvesíteni, mert úgy nem áll össze annyira, és akkor éri el majd a tökéletes állagot. És ezt ugye bordás kosárba fogom majd tölteni. És nem kellett sokat várni az este első kapására. Ez a csodaszép horogszűz nyurgaponty érkezett meg, nagyon nagyot harcolt itt a part szélén. Kicsit késve, de felébredtünk, ezért most egyből meg is csinálom az alapozó etetést, utána majd előkészülök a másik bottal, és csak utána fogok rádobni, de el is mondom, hogy mit is használtam tegnap, és most mit fogok használni alapnak. Egy ilyen fél kiló főzött kukorica, egy fél kiló tigrismagyaró és egy 4-5 marék 16-os monkey pellet, az egy Hollywood pellet, csak monkey aromában. Ebből fogok most bejuttatni
Hát egy 8-10 nagy spomnyit. Egy viszonylag kicsi területre, tehát igyekszem egy ilyen 1-2 négyzetméterre bejuttatni az egészet. Van a pelletes végszerelékem, ez egy ólomkapocsból áll, egy 90 g-os ólom, és egy lágy fonott előke, Skorda Supernatural 18 tibrás, a horgom az 6-os vágygép, egy befordító, és egy 20-as Monkey pellet, egy 16-os mangós wafterrel, és a PVA-ban 5 szem halibut, és ezt azért fújogatom ugye, az aminósprével, fluorsprével, mivel nagyon sokat fordulnak a halak, és szerintem víz közt vannak, és tegnap már ez nagyon jól működött, szóval dobom is be. Aki felejtetetlen horgászélmények nyomában jár Nyugat-Magyarországon, annak meleg szívvel ajánljuk a Pécstől 35 km-re található Pusztatavat. A Hegyszentmártoni horgásztavon van lehetőség napi egyes horgászatra, de ha a családdal érkezne több napra, akkor 7 darab felszerelt faház és 9 darab sátorhely várja. A 8 hektáros tó körül mesés környezet és rendezett, kellemes hangulat köszönti az ide érkezőket. Ha ez nem lenne elég, akkor még szót ejtek a varázslatos halállományról, de ezt már úgy gondolom, hogy ismertettük a film folyamán. Rengeteg csodás bajuszos látogatott meg bennünket, és még nincs is vége a kalandnak.
Tegnapi nap is délután kezdődött meg az akció, és most is elmúlt már dél. Az előbb volt egy kapásom, sajnos az lemaradt, de ő, hát elég hamar jött ő is, de ő meglát. Egy nagyjából ilyen 10 kiló forma, csodaszép tőpont, különleges a pikkely mintája. Na hát erre nem számítottam, bedobtam, és kicsit le akartam húzni a törésen a csalit, és rárabolt ez a hatalmas süllő, a süllő rekordom, csodaszép hal. A mai nap az nagyon szenvedős, a tegnap bevált dolgok ma nem működtek. Ő itt a második partra segített halom a mai nap folyamán, de hát örülök neki, mégiscsak egy szép ponty. Még gyorsan sötétedés előtt elsült az a bot is, és egy horogszűz nyurga ponty küzdött a horog másik végén, akinek nagyon örülök. Nemrég dobtunk vissza, és ismét kapás, gyönyörű szép hosszú nyurga ponty. Az éjszaka folyamán kettő halat tudtam fogni, hasonló súlyból származnak. Ő az egyik, a másiknak nagyon érdekes a színe, lehet, hogy egy kicsi koi ponty is van benne, de neki is nagyon örülök. És itt van a kettőből a második hal, ami később érkezett. Ez a csodálatos tőponty, neki van ilyen furcsa színe, lehet, hogy koi volt az ükapja. Az előzőleg bevált etetés helye nem működött, ezért váltottam egy másik helyre. Várni kellett rá, de megérkezett. Nagyjából 12-13 kg lehet. Erős sötét tónusú hal, nagyon boldog vagyok. Véget ért a szűk három napunk itt a puszta tavon. Egy elég nehéz peca volt, de megküzdöttünk minden kapásért, és egy szerintem jó eredményt sikerült elérnünk, és nagyon boldogok vagyunk vele. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. És reméljük, hogy a következőben is velünk tartotok. A viszontlátásra, sziasztok! Halihó! De azt mondsz, hogy ezt poénból csináltam. Nem jó a rasszizmus. Ez a számnak a címe. Nem jó a rasszizmus? Uh-huh. És a fiúk az utolsó reggelükön. Dani készül a történelem dolgozatra, habzsolja Túró Rudit, Krisztián hallgat valami fasságot, amit ezért mi is hallgatunk. Én rendkívül fel vagyok dobódva ma reggel. Dani éjszaka két órát ült a csónakban, mert valamit összeszedett a szerelékével. Szakadásában másfél órát voltam ott benn, és én meg kétségbe estem, hogy hol van a fiam, ugrasztottam Krisztiánt, aki mondta, hogy az esőben utána néz, gondolkodtam rajta, van első kabátja, de ettől függetlenül nem tudtam kijönni a hálózsákból. Ő pedig nagyon segítőkészen azonnal ugrott.
és ebből semmit nem rakunk bele a filmbe. Azaz, yeah. Anya hangját levesszük. Ja. Yeah. Szuper. Get into groovy and make a movie.